hypnotized. Darling, getting closer. As the beat goes on and on, we push it right. Sound resumed. Sziasztok! Hello mindenki! Hát csak aztán a rupra várunk, így is van. Szerintem ez egy érdekes mes lesz. Már szerintem. Nem biztos, de a mikrofonodat lehet be kellene kapcsolni. Nem volt bekapcsolva a mikrofonom, sajnálom akkor. Mikai Malőr. Igen, most már be van kapcsolva. A üdvözlést akkor ezt most kihagyjuk. Még egyszer. Késkült láthatjuk, most már mapokat lőttek? Vagy még azt nem? Még nem, 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 most kezdődöttek. Jöjj. Silesia már emberelőnyben és meg is szerezte a késkört. Na és akkor milyen mapok lesznek kilőve? Hopp, ott volt valami vagy... Nem láttam. Mellőttek-e ki? Lemaradtál? Nekem nagyon pici a chat. Igazából mi se láttuk. Rád vártunk. És már is vágnak az oldalér. Még maplövés előtt. Végül is jogos, mert minek átrakni másokra, hogy is le tudják nyomni ugyanúgy azt a kést. Hát persze, és a Silesia azt is megszerzi. Nem jó hír. Az esubának. Na, rácsak vélemény a két csapatról. Hát... Hát... Mondjad már ki. Esuba szerint ő van dominál, mint a Silesia. Azért mégis ismertebb emberekből áll. Tökéletesen így igaz. Én mindenképpen az esubát mondani. És lehet, hogy a kiskörben nem ez jött le, de hát... Attól függetlenül szerintem. Mégis eredmény arányba mennyit vártok? Szoros mes lesz, nem lesz annyira szoros. Hát kérdéses, hogy a Silesia, hogy készült fel erre. Hát igen. Eddig igen, a Silesia a Togged Esport ellen az első körbe játszott egy 13 hetet, és utána a Team Elementet is letaszította 13 hétre. Viszonylag jó eredmények. Meglátjuk az Esuba ellen mit tud produkálni. Igazából nem rossz, csak lehet, hogy pont olyan ellenfélt fogad ki, akivel eljutott ideig, tehát... Lehet nem egy olyan jó csapat, de pont úgy jutott el idáig, ahogy valamilyen módon összejött ilyen kis... Tehát... Közben úgy néz ki, hogy City Streets lesz a map, és maradunk is. Na, végre valami újítás. Eddig csak jó formát láttunk? Crossfire, Crash, Strike? Hát nem, két map volt hétfőn. Az a kettő. Crash-sel kezdtünk, és Crossfire-ra végeztünk. Pontosan. A második match volt az, ami nagyon izgalmas volt, ott a Refuse, és ki is volt a másik? Ballers, igen, ez izgalmas volt a végére. 13-11 lett a Refuse-nak végül, utolsó kört hozták le. Igen, az tényleg szép, hogy comeback-et hoztak, tehát az annyi volt a szerencse igazából a Refuse-nak, hogy ugye bekérte azt a bizonyos időt, amit be kellett kérni, tehát végülis az volt az, hogy most vagy lehozzuk, és akkor ha jók vagyunk, vagy akkor hozunk egy X-et, és akkor passz. Igen, fejből összetették magukat a fiúk és le is hozták. Ennyi ők jutottak tovább. Ennyit számít, hogy fejben hogy állnak hozzá a dologhoz. Most gondolj bele, hogy egy gyengébb csapat, mint gondolok, hogy a Refuse nem. Egy gyengébb csapat lenne a Refuse, ugye egy ilyen helyzetben azok nem biztos, hogy le tudták volna hozni az utolsó követ, mert csak a vita lett volna, akkor mindenki csak ugye rögtön már válna, hogy ez nincs, az nincs, és akkor senki nem szól senkihez, csak úgy játszanak, futnak előre, és idegben játszanak, és köztudott, hogy ez egy idegjáték, szóval itt nem tudsz koncentrálni a játék közül, és nem tudsz figyelni a csapattársaidra, akkor az már rég vesztő.
Tehát igazából itt az a jó, az tud jó, aki megőrzi a hidegvérét. Tehát hogyha az elején már megy ez a rage, hogy oldibálsz egymással, vagy pont nem úgy jön le a fonál, ahogy kéne, akkor ugye bukás lesz a vége, mert egyszerűen nem tudsz koncentrálni, csak arra mész, hogy kirobok, és oh my, ez a ponton dobott ki, meg hogy ez ilyen, ez olyan. Teljesen, tehát azért, aki higgadt a meccs végéig, igazából jól tud összpontosítani. Szerintem. A fegyelem nagy úr ebben a játékban, aki elveszti, annak vége. Ez kompec. De úgy most nézem, hogy szex ez az esubás lett. Hát elég régóta. Mióta? Ugye még a mostani Lano is már ő volt lent. Fával. Igen. Meg nem mondom melyik Lano így hirtelen. Ja, ez az utolsó, ami a Nexus is volt. Igen, csak ott oda kiesett. De én azelőttire gondolok, hogy azelőtt még volt egy interjú velem még az eSports Online-on, és ott még nem esőváns volt úgy lenni. Hát most sem volt történtek ezek a csapatváltások, úgyhogy Froze ment a Western Wolfhoz, ugye az sem most volt, ugye Sexaz jött az esubához, és akkor így most mindenki jó, aztán most eltelt egy kis idő, és akkor megint jönnek a csapatváltások, hogy hú, te ide jössz, hú, te oda jössz, te ilyen jó vagy, te olyan jó vagy, és akkor szóval ez így teljesen állandó dolog, tehát csapatváltás, embercsere, ez mindig volt, lesz, van. Hát igen, de valamikor pozitív, valamikor negatív. Nem ez mindig, elkezdődik a meccs. Nem mindig nyertes dolog az embercsere. Jól látom, akkor az esuba kezd támadóba. Hát igen, mert Szilézia nyerte a késkört, és gondolom, akkor ők védeni akartak. Szerintem kifejezetten ez egy deathmog. Hát ez egy kérdéses. Szerintem. Jól kell támadni vissza. Ugyanúgy teamfüggő az egész, tehát. Meglátjuk, a két csapat produkál ezen a pályán. Eléggé B-terültetik, ahogy látom. De úgy, Riku viszont átugrott. Egy meg is van, hát második már tudjuk össze. Misák elég szépen szedi az embereket hídról. Igen. Csak ahogy hátba lőjék. Tudják így már. Ugye, már. Hoppá. És ez volt az a félrekés. 1v1 van Finte és Nobi. Plant az cikcaknál van. Hogy hívja. Nem az cikcak. Holnap pedig próbálja úgy lehet bekerülni. Sejti. Előbb-utóbb rá fog nézni. Nagy feltrumák. És letett a fészlánkomát. Azért kellett neki a timing. Pont rossz helyzetben voltam ott, de pont el tud menni még a kuka mellett, akkor még talán esélye van. Bevárta. És ezzel az esőben meg is szerzi az első körét. Közben mondanám, hogy a tegnapi napon az esőbe ejtette ki a Neutralit Gaminget 13-11-re, ami egy elég szoros meccs volt. Reméljük, most is elég szoros lesz. Nem kell nagyon egyoldalúan kommentálni majd. Tudunk pedig nagyon-nagyon bevott pörögbe tudunk ott B2-t de aztán a Tamácsipa kiszedte ott kezdőn. Hát teszik is a bombát. Nagyon el van hitélve a Szumek. Mind a kettőt elhitelt, de még mindig 3v2 van. Nem tudta letenni a plantot. 2v és 1v2. Ez szép. Ez kellett. Nézzük, Szomek mire megy. Szex ez az csipás, nem? Akár fel tudom. Magyar nagyjákával lőtt. Régen csipás volt. Azért. A múltját sajnos nem is rám. Annyit tudunk elpillanatni, hogy az esubába játszik. Igen. Próbál erősíteni. Finte csipázik. Látszik az esubába ismét most egy fake bait próbálnak, ha jól látom. Próbálkozna. Fogja vinni Finte ára. Tőle van Misak is, ugye? Az mindig jöjjön el egy kis alkás. Az esuba is meg nem maradni. Eddig úgy néz ki, hogy bejön nekik ez az ára fékelős. Igen, Finte le is tart a plantot. Akkor még soha volt annyira fék. Nem, hát igazából azt próbálta meg az esuba, hogy ugye eltolják B-re, és akkor azt hiszik, hogy majd úgyis arra mennek. Jaj. Szépen levitte Finte meg. Jó, mondja ezt. Is a kára, és teljesen ugye most is le van fogva az egész. 1v4 van, ez sima helyzet. Teljesen. Hoppá. Korrekt. Van. Meg is van. 3-0.
3-0. Eddig elég egyoldalú a meccs, csak hogy elnézem. Szilézia szerintem lassan taktikát fog váltani. Muszáj lesz, nincs más esélyük. Kupa egyenes kieséses, így az sincs, hogy van egy másik lehetőség esetleg alcsúágon. Úgyhogy össze kell kapniuk magunknak a fiúkat. Ha jól látom, akkor megint megpróbálják ezt a fékelőst. Igen, már megint arra orientálódnak, már hárman vannak olyan a Subától. De viszont lehet számítani, hogy kéne Rikóra, ott van a sarokba lent. Hallja is, hogy ott mozognak parkolóba. A hordót ott szét kell lőni mindenféleképpen, legalábbis úgy nézni. Eléggé megnyújt a játék. Nem, egyszerűen nem vették észre. Nem. Nagyon szépen mi sem kiszett a szomeket. Riku még itt. Igen, még szépet alakíthat innen. Észrevették. Jól tartja éppen Kempeli. Igen, elég szépen tartja magát itt egy V2-ben. Segített neki. Húzz. Nem bírt el menekülni. Úszás nem jött be. Szilézia nagyon jól csinálta pedig ezt a védést, és nem kéne ezzel elrontani ez az 1v1-jel. Lassan idő lesz. Texhugsnak valamit csinálnia kell. Face to face? Igen. És nem. Az oldalra nézett. Szilézianak megvan az első köre. Franku. Ja, ha azt veszük, akkor ugye az esőben jóval tapasztaltak, csak amit nézzél. Tehát így az elején még lehetnek ilyen kis problémák, hogy izgulunk esőben a nagy csapat, de igazából az ilyen meccseken nem szabad izgulni, mert tényleg meg tudja mutatni a Silesia, hogy igenis azért jutottak el ide, mert ilyen jó csapat, akkor szerintem úgy kéne hozzáállni, mintha egy egyenragú fél lennének. Bár igaz, elméletben ez, és egy gyakorlatban ez nem így van, de ha így állnak hozzá, akkor még talán esőjük is lehet az esőben ellen. Hát igen. Ez az esőben ismét szépen befejlődött arra. Még az, amit előbb mondtál, eszmét, hogy ne, hogy egyelő rangon kell nézni. Igen, viszont nem szabad, hogy tényleg az, hogy felnézzenek el, hogy most féljenek, hogy úristen, most az esőben ellen játszunk, és hogy most ezek jók, és... Úristen, fintete! Szép lett volna. Visszatérve a kérdésre, mondtam már ki, ez teljesen így van, tehát most az a baj egy csomó kis csapattal, hogy jó, mert van egy pár Magyarországon, mint külföldön, egy csomó olyan jó csapat, akik jók, de hogyha mondjuk egy ilyen esubával mondjuk teszem azt a Nexus-tel, vagy mindegy ilyen nagyobb külföldi csapattal, vagy hazai csapattal kerülnek össze, akkor egyszerűen félnek, tehát ez, jó, benne van mindenkivel egy ilyen egészséges félelem, de igazából az a baj, hogy blokkol, tehát egy ilyen meccs, már még én tudom milyen, hogy egyszerűen leblokkol az egész csapat, és úristen ez előtt, úristen az előtt, és nem tud annyira kibontakozni maga a csapat, hogy jók legyenek. Pontosan. Ez nagyon sokat számít. Hát igen, sokan a név miatt, már csak a név miatt félnek. Például nem egyszer tapasztaltam már magyarlanon is, hogy az Anexis neve szóba került, és rögtön, hogy feladják lélekbe. De nem kéne pedig. Ez a baj, igen, ez a baj, hogy mert feladja mindenki. És tudod, akkor itt az eszükbe, hogyha mondjuk játszanak is tetelenten egy kicsit szorosabb. Hát ha mondjuk egy 9-9, akkor már eszükbe jut, hogy hoppá, gyerekek, verhető ez a csapat. És akkor utána ez egy olyan boostot tud adni a csapatnak, hogy akármi meg is nyerheti. Igen, a végén azt szokta elrontani, hogy üzi, úristen, lehet megnyerjük, és aztán meg üzi, akkor meg már azért viszont. Igen. És akkor végén elbukják ilyen 13-10-re, amikor simán le lehetett volna hozni, hogyha tényleg váltanak, vagy valamit, vagy ugyanazt csinálják, mert észrevették a gyenge pontjukat. Nagyobb csapatnak annyi az előnye, hogy sokkal tapasztaltabb ilyen téren, hogyha valamit elhibáznak, akkor tudnak rá válaszolni, és akkor ezáltal... Hát... Pontosan. Ők sem emberekből vannak, nem gépek, nem robotok. Igen, szóval nagyobb csapatoknak is ugyanígy két keze, két lába és egy feje van. Tehát semmi extra plusz nincsen benne, azért. Jó, közben térjünk vissza a meccsre, már 4-2 az állás, úgyhogy azért még ne írjuk le annyira a Sziléziát. Mi sírjuk? Hát ember előnyben van most is. 3-2 van. Hopp, finte. Ezt majdnem sikerült ellőni ott.
Eddig nyerhetett a Silesia. Meg pláne. Fintek üdvözlőt ér. 1v3-ban is. 4-3. Még ez így teljesen sorra. Na. Beküzdötte magát a meccsbe a Silesia. 3-0 után azért kezdi visszahozni magát. Közben az esóban ismét lejött ára, hogy eddig is szokták, de tánkot nagyon körvették. A Sziléziából még mindenki él, 5v2-ben maradt az esóban két játékosa, sőt már csak 5v1, Texas egyedül maradt. Szegény gyerek. És úristen. Most úristen, szegény gyerek. Képzeltem, milyen érzés most. Hát... Vissza is hozta a Sziléziá 4-4-re. Vissza eljöttünk sorra. Taktikát váltottak? Lehet, nem kizárt. Csak én nem vettük észre. Nézzünk egy Sziléziát. Somek. Hoppá, Finte ki is tűnt le. Te már be volt árva a botra. És akkor rásul is arra. Igen, nagyon erőltik ezt az át, tehát eddig bejött nekik. Igazából, hogyha ára le tud menni a csapat, akkor onnantól nyer van a körben. Jól le tudják fogni, akkor onnantól tényleg mások. Annyi, hogy kemp, és akkor megúvjuk a plantot. A kettőben maradtak. Ezt a kört hozta volna, azt idézni, egy már csak 1v2, akkor átvette volna a vezetést. 1v1. Na. Vessük. Közel vannak egymáshoz. És nem jött ezek. Ez a face-to-face ez elég veszélyes volt. Igen. Ez ilyen vagy bejön, vagy nem. Tehát... reflex volt, ennyi. Jobb volt a helyzének. Nem is tudom ki már... volt az. Jumi lőtte le Zuszt. Sajnos túl meg fel volt egy vaszpottya, úgyhogy újkálni már nem tudott. Közben Franco nagyon szépen ugrik össze-vissza, tehát... Már lassan olyan, hogy 50 kap 9 golyót és nem hal meg. Igazi legenda. Visszafordítanak B-re. Igen. Mi ez szerintem teljesen korrekt, mert egyetlen egy sziléziás van állni. Pén, tehát ez így, hogyha az esuba konkrétan ide Somekra ránéz, akkor innentől nyert a kör. Jó, de nem! Észrevette. Ez teljesen alapspot volt, ez várható volt, hogy meg fogják lőni. Jó csinált az esuba. Nagyon gyorsan zárt át. Nagyon, az volt a jó. Igazából ilyen szituációból látszik meg a tapasztalat, tehát 1v1, 2v2. Ja, ezekben látszódik meg inkább. Főleg, ha csak egy csapatból rettem maradnak, akkor sokkal jobban látszik, hogy ketten hogy tudnak összedolgozni. Mint mondjuk, hogy 5 ember merre szaladgál. Mit az idő, hogy mennyit játszottak együtt. Az jön elő. Látszik az esóval megelégelt, és már 7-4 az állás. A megtorlás ideje. A megtorló. Sziléziának kéne még egy kör, és akkor még egész jó is lenne, ha a támadókba felébrednek, és akkor hoznak is. Akkor még izgalmas is lesz. Kérdés is lehet. 8-4 az már egy kicsit az jártunk. Igen. 5 kör kell az esóvának, és akkor nem megy. Bár tegnap is veszítik a Baldur's meccsre, és mégis meddig visszahozták. Hát igen. Az tényleg szép meccs volt, viszont. Jó, de a kivétel erősíti a szabályt, jól van most. Márki közben itt chatbe tatot szeretnének nézni. Meg tudnánk jutatni a közönségnek. Bocsánat, tényleg. Kiment a fejemből. A mislatunkat is mutasd meg, légy szíves. Oké. És már jó. Közben informáltak, hogy kihagytam a Cthulhu logót lentről. És tényleg. És be is. Az legyenek kevesebb. Közben én kommentálom, mert 2v2 és Somek úgy néz ki, hogy hatást lehet, hogy fogja... Nem mész össze neki.
8-4, hát igen. Igen, erre mondta már ki az előbb, hogy már lehet, hogy eldöntött meccsre. Bízunk benne, hogy a Silesia vissza tudja hozni. Itt ugye lehet, hogy City adtak a specialitásuk, tehát itt... Hát jó, de ők nyerték a kést és védőt választották. Ugye én láttam már olyan csapatot, hogy a direkt a nehezebb szájdal kezdte. Hát de az várja, az nem logikus. Értem is. Hát nem. Hopp, az egy... Kinek az hogy tetszik? Rikio volt, nézd. Rikio megölt a trunkot. Ja nem, nem, az aztán úgy jelent. Aztán csipát ölt meg. Hopp, egy kocsi robbanás. És a Silesia... Silesia ugyanaz a próbálkozott, mint az esőből, hogy gyárra rásolnak, vagy mi? Igen, 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 így persze néztem én is, hogy... Ez nem jött össze nekik, ahogy látom. De végülis okosan csinálták, mert legalább megpróbálták felhasználni a saját taktikáját. Igazából itt látszik meg, hogy az esőbe erre is készül. Gyorsan zártak vissza. Pontosan. És finte, egy hetivel előtte. Esélye nem volt. Végezte 9-4. Hát innen a fiúknak nem tudom, hogy mennyi lélek jelenléte van, hogy innen vissza tudná hozni ezt a meccset. Meglátjuk. Talán még van esélye azért, hogyha egy kicsit megerőltetik magukat agyba. Hát ha nem is nyerik meg, de egy szoros végeredmény azért az jó volna. Nekik, főleg nekik. Tudja, még lehet, hogy egy taktikai időkérés is jó lenne nekik, ha az segít. Azt már az előbb kellett volna kérni. Igen, már elkéstek egy kicsit vele a fiúk, bár... Truman közben rá. Tíz négy. Ahogy közben nézem a stabtáblázatot, azért az esőben elég egységesen fregel. Hát igen. Hát igen. Próbálják tartani magukat a színvonalhoz. Ismét 4v3. Silesiából már csak 3-an maradnak. Ketten. Hát... Nem tudom, a fiúk. Következő kör. Hát, hogy valami újítást bedobnának. Az előző szájdba. 3-0 után elég szépen visszahozták. Szegény kuz. Az bejön neki? Vagy nem? Kiszúrtak. Ki? Pedig jó lett volna. Jó lett volna, igen, igen. Ez a 11. körét is megszerezte az esuba. Hát... Az a baj, hogy ugye amit a hétfői meccsen is mondtam, hogy az elég durva szokott lenni. Tehát ezt elmondtam hétfőn is, nem tudom melyik meccsen, azt hiszem a Refuse Ballersen, hogy azért az sokat dob, hogyha... Sokat veszít az a csapat, hogy azt látja, hogy hirtelen rásolják, mint például most az esőba így védőbe. Tehát az akkor megtolta egyszerűen a csapat így is, hogy ide teljesen hitosztorlódott az egész csapat. Az úgy kicsit blokkolni tudja őket, szóval, és akkor ez alkalmasint az esőba előnyére várhat. Igen. Nézi eléggé megragad a kezdőn, illetve a hídon. Igen, erről beszéltem, hogy ez elég nagy nyomást tud okozni nekik. Nem elég az, hogy esuba, még akkor egy ilyen nyomás is, hogy tényleg ez... Ezt nem kívánok senkinek, mert aki átélte, az tudja, mennyire rossz. És innen már csak egy olyan csapattal, olyan összhanggal lehet kijönni, ami... Igazából nem mindegyik csapat tudja produkálni. Közben egy 1v1. Domakem most sok múlik. És elég szépen is hozta azt idézni, mert 5v3 volt, és így lett. Meg az csipával néz rá. Nézzük, mi lesz. Tudunk benne, hogy Szomák le tudja hozni, és akkor lélekben még egyben maradt a Silesia, sőt, mi több egy boostot adna a csapatnak ezzel. Én a helyébe szélülném a kocsit, szerintem. Hát megvárjunk. Hopp, kilátszott a láb, és nem bírta előni. Rá kell mennie. Nem. Nem adja be. Az milyen mak volt? Hát, úristen. Hát
Főleg úgy a kocsi mögött ott az a épp, hogy a feje kilátszott, azt úgy két golyó be is adta ott neki. Nózumba. Hát az... Hát az... Nem tudom, szerint... Ez luck volt, mondjuk. Szerintem a legrühel... Tehát én annyira tudom rühelni ezeket a dolgokat, hogy beáll kocsi mögött, nem? És akkor egyszerűen nem tudod lőni, mert legalábbis engem olyan szinten tud idegesíteni, hogy ez hihetetlen. Csak az ablakok lopannak, azt annyi. Igen, igen, igen. Hát mondjuk azt is furcsám, hogy belősz az ablakba, és akkor pipával is, és akkor nem két ablakot visz keresztül, hanem csak egyet. Középről piacról elkezdett bejönni az esuba, mire nem figyeltek a szíziások. Kettőn kettőben maradtak. Nézzük, meg tudják-e védni a plantot. Pont rosszkor fordul el is meg. Hát... 12-t. Hát itt már feladta a szülőző, itt nem is van. Innen már csak szépíteni lehet. Hát azért ne érjük rá, mert mondjuk még bármi meg lehet, mert a bal... legnagyobb esély arra van. Hát most igen, igen, tehát most a bal lesz is szépen visszahozta a refuse ellen. Hát jó, de nem ilyen helyzetből. Azt ott is valami 10-5 volt, vagy 10-5, nem tudom. 10-5. 12-5. Azért, most lehet... Hú, védődött. Lehet összejön a Sziléziának. Egy elég négy kör volt az elén. Már két ember kinédeltek a Sziléziától, és így már csak 2v3 maradtak az esuba ellen. Hát nem tudom, drukkolok a fiúknak. De ez nem elég, ahogy látom. És ezzel az esuba lehozta 13-5-re a Szilézia ellen. Hát ez egy eléggé csúnya veresség sajnos. Hát igen. Ahhoz képest, hogy az elején milyen jól hozták. Igen. Utána így teljesen zú. Föl is hozták, hát 4-4 volt. És úgy lett 5-4 az esubának, akkor még valamikor hoztak egy költ, azt mondom, mert végig az esuba hozta. Sajnos ez nem ezzel, volt, nem volt az. Ezzel sajnos a kupából a Szilézia búcsúzik, és az esuba jut tovább. Most viszont jó lenne tudni, hogy mi lesz a következő meccs. Igen. Ja, rá is nézek. Következő csoportkörben a Rage Sport is fog játszani. Igen, és hogyha jól látom, az esuba kerül így mellé. A Rage Sport esuba? Igen, hogyha jól látom, az azért egy elég komoly meccs lenne. Egy Rage Sport vs esuba. A Strips mindjárt intézkedik, aztán ír nekik. Jól elkezdetik ezt a meccset. Hát igen. Izgalmakban nem lenne hiány, az biztos. Tehát azért Rage Sportnak is van egy neve. Azért szerintem igazából itt ebbe a csoportkörbe szerintem a Rage Sport tudja megfogni az esvát. Szerintem. Hát igen. Rage, úgy gondoltuk még milyen lánynapja a Rage-nek? Ezt meg tudjátok nézni? A Rage-nek már... Azt hittem, hogy az eufóriás. Bocsánat, hogy beleszólok. Ha a Team Refuse elveri a Number One Gaming-et, akkor az Antwerp Aces ellen fognak játszani. Hát akkor inkább amit... azt kéne. Antwerp Aces mindenféleképpen. Amit valószínűleg... Valószínűleg... Hogy mennyi az állás? Valószínűleg Refuse-nya? Nem, hát a Number One Gaming ellen remélhetőleg ők fognak. Az Antwerp Aces viszont nagyon kemény meccs lesz. Az lesz a csoport egy legizgalmasabb meccs. Hamarosan úgy kell várni, milyen mérkőzések lesznek, aztán kiválasztjuk, hogy mely lesz a legvalószínűbb közvetítőm szerintem. Rendben. Addig nyomok egy kis zenét nektek, hogy DJ ne unatkozzatok. DJ Márkitól nyom egy kis zenét. Hagyjatok addig is elünk, aztán ott a kis csíkbalt látni fogjátok, hogy mi lesz a következő meccs. Szerintem egy 5% is ki fog derülni. Addig maradjatok velünk. Sound muted. Hold tight and move it. We are breaking the house down tonight. Dance, three hands up high. It's what we like. Dance,
Everybody's on fire. It's what we like. Everybody's on fire. It's what we like.